Orbán szerint csak a modern népvándorlás kezelésével voltak gondok, a többi kérdésben kiváló az együttműködés a szerbekkel. Görögország adósságának elengedését követelte Schiffer András szerint a Syriza nem tehet semmiről. Hivatalosan is vizsgálja az Európai Bizottság, hogy tiltott állami támogatásnak számít-e a paksi atomerőmű bővítése. Továbbra is kiszabható tényleges életfogytiglani büntetés Magyarországon derül ki a kúria jogegységi határozatából. Ez itt az ATV híradója, fél hét van, mindenkinek nagyon szép reggelt kívánok! A szerb-magyar határon tervezett kerítés a miniszterelnök szerint nem jelent teljes határzárat. A törvényesen érkezőket továbbra is beengedik az országba. Erről beszélt a kormányfő, miután tárgyalt tegnap szerb kollégájával. Alekszandar Vučić azt mondta, nem örül a kerítésnek. Az szerinte nem állítja meg azokat, akik menni akarnak valahová. De hozzátette, elfogadják a magyar döntést. 3/4 órával a hivatalos kezdés előtt már alig volt hely a sajtónak fenntartott részen, a végén szinte minden lehetséges helyen kamera állt. A két miniszterelnök csaknem egy órás késéssel érkezett meg a tájékoztatóra. Először két oldalon megállapodásokat írtak alá, ezután kezdődött a sajtótájékoztató. Én igyekeztem biztosítani a miniszterelnök urat arról, hogy ez a lépés nem irányul Szerbia és nem irányul a szerb nép ellen. A kétoldalú gazdasági kérdések mellett a szerb-magyar határa tervezett kerítés is szóba került. Orbán Viktor szerint ma már nem menekült kérdésről van szó, hanem népvándorlásról, amely egyhamar nem zárul le. A miniszterelnök szerint Magyarországnak meg kell védeni a déli határait, ez azonban nem jelent teljes határzárat. A legális határátkelő helyeket fönntartjuk, azokat bővíteni és fejleszteni kívánjuk, éppen hogy újabb és újabb átkelési pontokat akarunk létrehozni, amelyet a törvénytisztelő emberek, legyenek azok szerbek vagy magyarok, használhatnak az együttélés jegyében. Tehát határátkelő helyeket nem zárunk le, de a törvénytelen határátlépéseket minden eszközzel meg fogjuk akadályozni. Nem örülnek a kerítésnek, de megértik a magyar szándékot, mondta Alekszandar Vučić. A szerb miniszterelnök elmondta, ő is meglepődött azon, hogy mennyi bevándorló érkezhet még a térségbe. Én szkeptikus vagyok, hogy meg lehet állítani az embereket, ha ők el akarnak valahová menni. De ha itt valóban milliókról van szó, akkor azt kell mondanom, hogy az Európai Unión belül kell találni egy közös mechanizmust a szomszédainkkal közösen, hogy kezeljük ezt a problémát, mondta a szerb miniszterelnök. Vučić hozzátette, mindent megtesznek a helyzet megoldása érdekében. Az MSZP szerint nem a parlament előtt lévő migrációs törvényt kell elfogadni, hanem közös európai megoldásban kell gondolkodni. Úgy látják, erre mutatott rá a szerb-magyar kormányülés. A DK-nál is azt mondják, el kell vetni a kerítés megépítését. A Jobbik szerint azonban még a kerítés felállítása is kevés, azt mondják, vissza kellene állítani a határőrséget is. Látva a Fidesznek a mozgását. Az MSZP szerint Orbán Viktor és Alekszandar Vučić találkozója után egyértelműen kijelenthető, hogy nem a határok lezárásával, nem szöges dróttal, hanem koordinációval, eszközökkel és emberekkel kell megoldani a zöld határ védelmét. Tóbiás József kijelentette, a kormány egyedül maradt az elképzeléseivel, európai támogatásban kell gondolkodni, mert a szomszédos országokkal való együttműködés biztosíthatja a hatékony fellépést. Közös koordinációban, akár a kvóta új formájának megteremtésével biztosítani, hogy az átáramlás, a tranzitországok, valamint a célországok, ahova menekültek szeretnének eljutni, ezen országok együttesen méretükhöz, gazdasági teljesítőképességükhöz és lélekszámukhoz arányosan valamilyen közös terhet vállaljanak. A DK úgy véli, a menekült kérdés megoldásához nem óvatosság, hanem erkölcsi bátorság kell. Ez hiányzott eddig is a Fidesz kormányzatból. 90 óta alakított demokránciánkat gyakorlatilag az elmúlt 5 évben majdnem lebontották. Most még egy vasfüggönyt is akar a kormány építeni, ez semmiképpen nem támogatandó. Ugyanakkor felveti a kérdést, hogy mikor fogják akkor már visszahívni az oroszokat, hogyha így alakul a kérdés. A Jobbik azt követeli, hogy lakott területen ne legyen befogadó tábor Magyarországon. A párt szerint a menekült kérdést az ország déli határán felállítandó kerítés nem oldja meg, vissza kell állítani a határőrséget.
Szegeden semmilyen gondot nem okoznak a migránsok, nincsenek atrocitások a városban, ezt mondta a Csongrádi megyeszékhely polgármestere az Egyenes beszédben. Botka László szerint a migránsok 24 órát vannak nálunk, csak addig, míg beadják a kérelmeket és tovább mennek. Ők csak át akarnak utazni az országon, 97%-uk, miután Magyarországra jött, keresi a rendőrt és bejelentkezik. Ám hiába kap papírt, hogy ingyen mehet egy menekült táborba, inkább Bécs felé veszi az irányt. Szegeden egyébként civilek szerveződtek, hogy estétől hajnalig étellel, információkkal segítsenek azoknak, akik családokkal ott kénytelenek várni. Botka szerint nincs gond a városban a menekültekkel, a Fidesz és a Jobbik azonban abban versenyez egymással, hogy ki tudja még inkább ijesztgetni a lakosságot. Azelőtt a kormányzati szervek és a Magyar Állam bevándorlási hivatala is azt kommunikálta, ami a valóság volt, hogy társadalmi konfliktust Magyarországon a migráció nem okoz, a migránsok nem akarnak Magyarországon maradni, ezt a számok is mutatják. Tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy politikai akciósorozat, a Fidesz el akarja terelni az emberek figyelmét az ország valós problémáiról. Nem Görögország van csődben, hanem a Juncker Schulz féle Európai Unió, ezt állítja Schiffer András. Ahogyan az európai zöldek, úgy az LMP is azt követeli, szüntesse be az Unió, hogy megszorításokat követel, és részben engedjék el Görögország adósságát. Schiffer András szerint a Syriza nem tehet semmiről. Az Unió, ahogy fogalmazott, szemet hunyva a disznóságok fölött együttműködött a korábbi görög kormányokkal. A politikus úgy látja, a német kormány nem az emberek, hanem a francia és német bankok érdekét képviselte a megszorítások követelésével, még akkor is, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi bal- és jobboldali politikai elit szétlopja Görögországot. Lehullott a semleges állarc a pénz, a tőke, a neoliberális, a pénz, a tőke Európájáról. Teljesen világos, hogy a offshore király által vezetett Európai Unió, ugye a Juncker, az, hogy egyáltalán Junckerből Európai Bizottsági elnök lehet önmagában egy botrány, és a össze-vissza hadováló Martin Schulz vezette Európai Parlament a legalapvetőbb problémák megoldására sem képes. Görögország nem utalta át a több mint 1,5 milliárd eurós törlesztő részletet az IMF-nek, így Athén fizetési hátralékba került a valuta alappal szemben. Tegnap reggel azonban Alexis Tsipras már azt írta a hitelezőknek, kormánya kész elfogadni a feltételeket, hogy cserébe megkapják az újabb mentőcsomagot. A német pénzügyminiszter szerint azonban a levél semmit nem változtat a helyzeten, meg kell várni a vasárnapi népszavazás eredményét. Több tízezer görög tüntetett Athénban, hogy Görögország továbbra is az euróövezet és az unió tagja maradjon. I am in Europe, I want to stay in Europe. Európában vagyok, és ott is akarok maradni. Úgy gondolom, ez az egyetlen járható út a nemzetemnek, a családomnak, a gyerekeimnek. Együtt kell működnünk a többi európai országgal, nincs más lehetőségünk. Mondja ez az uniópárti tüntető. A demonstráció résztvevői arra szólították fel a görögöket, szavazzanak igennel a vasárnapi népszavazáson, hogy a kormány elfogadja a hitelezők feltételeit. Hétfő reggelre azonban okafogyottá vált a felszólítás. Alexis Tsipras levelet írt az európai tárgyalófeleknek, hogy jelezze, kormánya kész elfogadni az összes feltételt az újabb mentőcsomagért cserébe. A levél többek között azt tartalmazza, hogy Tsipras egyedül a görög szigeteknek nyújtott 30%-os adókedvezményhez ragaszkodott. A német pénzügyminiszter szerint a levél semmit nem változtat a jelenlegi helyzeten. A helyzet drámaian romlott, amióta ez a görög kormány van hatalmon. Semmit nem tettek, csak megszegték a korábbi kötelezettségüket. Nem várhatják el tőlünk, hogy őszintén leüljünk velük tárgyalni ebben a helyzetben. Meg kell várnunk, hogy mi fog történni, mondta Wolfgang Schäuble. Közben a görög pénzintézetek a héten zárva tartanak, csak néhány bank áll a nyugdíjasok rendelkezésére. Nem szabad ezt tovább hagynunk, ki kell állnunk magunkért. Egész életünkben másoktól függtünk. Nem kellene végre függetlennek lennünk? Örökre idegen országoknak kell irányítaniuk az életünket? Tette fel a költői kérdést ez az athéni nyugdíjas. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint ugyan egyre kevesebben vannak, de a görögök többsége továbbra is ellenzi a hitelezők feltételeinek elfogadását.
Mindeközben arra buzdít mindenkit a görög miniszterelnök, hogy szavazza le az unió megszorító javaslatát. Alexis Tsipras szerint a népszavazáson egyáltalán nem arról szavaznak majd a görögök, hogy ki akarnak elépni az eurózónából vagy sem. Közben az eurózóna pénzügyminiszterei tömörítő eurócsoport egységesen úgy döntött, hogy minden további tárgyalás előtt kivárja a görögországi népszavazás eredményét. A csoport szerint nem szabad a szekeret a lovak elé kötni. Hivatalosan is vizsgálja az Európai Bizottság, hogy tiltott állami támogatásnak számít-e a paksi atomerőmű bővítése, írja a 444.hu. Az unió versenyjogi biztosa kedden levélben értesítette a kormányt arról, hogy vizsgálatot indított az ügyben. Azt akarják kideríteni, hogy az ismert tervek alapján ki tudja-e majd termelni az árát Paks 2, vagy az államnak kell majd kisegítenie adóforintokból. Az Európai Bizottság most kérdéseket tett fel a kormánynak az ügyben, amire ha nem kap megnyugtató válaszokat, akkor a következő lépés a kötelezettség szegési eljárás lehet. A 444.hu szerint a vizsgálat októberben zárulhat le. Akkor derül majd ki, hogy átmegy a bizottságon Paks 2 terve. Továbbra is kiszabható tényleges életfogytiglan Magyarországon derül ki a kúria jogegységi határozatából. Az indoklás szerint az ilyen büntetés az alkotmányos jogrend része. Hozzátették az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt kizárását a feltételes szabadságra bocsátásból nemzetközi szerződés nem tiltja. A Fidesz közleményben üdvözölte a döntést, mint írták azt, hogy továbbra is kiszabható legyen a tényleges életfogytiglan. A Fidesz és a polgári kormány ért el. A kormánypárt szerint a legsúlyosabb életellenes cselekményeket elkövetőknek élethosszig börtönben van a helyük. Két tüntetést is tartottak tegnap Budapesten az egészségügy borzasztó állapota miatt. A nagyobb létszámút a Kossuth téren az egészségügyi szakdolgozók kamarája szervezte. A több ezres tömeg 12 pontban foglalta össze követeléseit. Ezek közül a legfontosabb az 50 ezer forintos alapilletmény növelés. A demonstrálók a kormánynak szeptember 30-áig adtak határidőt a béremelésre. Sokan közülük azt mondták, hogy ha addig nem történik semmi, felmondanak és külföldre mennek dolgozni. Egy kilométerrel arrébb a József Nádor téren szintén egészségügyi dolgozók tüntettek. A szónokok közül többen kiemelték, hogy jó lenne minden változást akarónak együtt demonstrálnia, hogy a kormány lássa a tömeget. Célként tűzték ki egy 40 ezres nagygyűlés megtartását. Deutsch Tamás szerint egyáltalán nem volt sok Gömöri Zsolt elnök nettó 428 ezres fizetése. A Gömöri lemondása után a Magyar Paralimpiai Bizottság átmeneti elnöki posztját ellátó politikus a Magyar Narancsnak azt nyilatkozta, nem felháborító, hanem felháborítónak beállított dolgok hangzottak el a Magyar Paralimpiai Bizottság körüli botrányban. Deutsch szerint sokan huszadrangú információk alapján ítélkeztek az ügyben. Az ideglenes elnök szerint egyébként nem lenne normális megközelítés, ha a parasportolók és az épek ugyanannyi pénzt kapnának, mert az egyenjogúság szerinte nem azt jelenti, hogy mindenben egyenlőek. Edzőként tér vissza a Rocky filmekhez Sylvester Stallone. A legendás sorozat 7. része a Creed címet kapta, mert főszereplője annak az Apollo Creednek a fia, aki a 3. részben Rocky Balboa riválisát alakította. A fiút Michael B. Jordan alakítja, aki nem ismerte ringben meghalt apját, de szülői örökségét így is tovább viszi. Amikor Rocky megtudja, hogy korábbi rivális a fiáról van szó, ott hagyja éttermét és visszatér az edzőterembe, hogy felkészítse a bosszúra a fiatal tehetséget. És ez volt az ATV híradója 7:30-kor, természetesen 7:30-kor is várjuk Önöket friss hírekkel. Köszönöm a figyelmüket, szép napot mindenkinek, viszontlátásra!